Dim Dynamite. Magyarország legőszintébb mozi csatornája. Sziasztok. Sziasztok! Egy magyar filmmel jelentkezünk, aminek tegnap volt a premierje, és az HBO Max jóvoltából mi már jó előre megtekinthettük ezt az alkotást. Zsótér Indi Dániel rendezésében készült ez a film, és az a címe, hogy A karantén zóna, ami egyébként egy tök jól hangzó cím. Erről fogunk mi most beszélni, és adni egy spektrumot erről az egész filmről, ami... Hát én nem is tudtam úgy, hogy hogy álljak hozzá, vagy mit várjak. Én sem tudtam, hogy mit várjak. Nyilvánvaló volt a címből, hogy valamilyen módon ez majd reflektál arra az időszakra. 2020-as. Hát lehet ezt így mondani, hogy 20-as, de most már azért több szakaszban magunk mögött hagytunk egy ilyen időszakot, mert amire ez a film reflektál, az igazából az a még karanténosabb időszakunk, tudjátok, amikor csak boltba jártunk el, amikor mondjuk 10 óra előtt mentek a nyugdíjasok, volt is egy ilyen mém, hogy az utolsó jégkrém még ott van a nagymamánál, hogy kellene, mi már elvittem. Szóval ez az időszak, amikor tényleg mindenki igazából digitális oktatásban voltunk, home office-ból dolgozott a társam nagy része, vagy hát aki tudott. Össze voltunk zárva egymással, és egymás idegeire mentünk. Igen, de majd ezt majd itt mindjárt kifejtjük. A lényeg az, hogy ez erről szól ez a film, most ugye nagyon általános akarok lenni, de rengeteg minden másról, és én annyira boldog vagyok, és hálás vagyok az HBO Maxnak, hogy ezt megnézhettük előre. Ez egy fantasztikusan tök jó film. Igen. Élő, modern, tök jól nyúl ehhez a kérdéshez, és bőven-bőven túlmutat azon, hogy hogy éltünk egymás mellett karanténba. Ezt majd mindjárt szét is szedjük itt természetesen. Nagyon sok jó kérdést felvetett. Nagyon, nagyon, és azt gondolom, hogy univerzális méretűvé nagyít igazi ilyen sorskérdéseket is, amiket oké, hogy felnagyított a karanténhelyzet és a vírus, de hogy önmagukban validak azok a kérdések. Igen, igen. Magányosság, bűntudat, bűnbánat, elszigetelődés. Na, de amit akartam még mondani itt rögtön az elején, hogyha ezt a filmet, ezt Amerikába jó időben, jó helyen dobja be egy kezdőfilmes, akkor szerintem rögtön utána megdobják valami nagyobb projektet. Én pont ugyanerre gondoltam, hogy én üdvözlöm nagyon ezt, mint új magyar filmet, de lehet... hogy ezt most kivételesen angolul kellett volna elkészíteni. Mégpedig azért, mert azok a problémák, amik itt előjönnek, azok nem csak ránk voltak igazak, hanem az egész világra ebben az időszakban. Tehát ezzel mindenki tudott azonosulni, hogy milyen ez a bezártság, milyen problémák jönnek ki, párkapcsolat és a többi, és hogyha ezt mondjuk egy angol nyelven megy ki ez a film, akkor lehet ez olyan durván futótűzként szétmegy, mint a fene. Még így is lehet, hogy befut, nem azt akarom mondani, még nagyon örülök neki, hogy magyar film. De ja, itt most felmerült bennem ez, hogy lehet, hogy ez egy elpuskázott lehetőség. Én remélem, hogy nem. Abban biztos igazod van, hogy jobb lenne, ha ez minél több megbezetne, és úgy biztos igen. De talán egy streaming szolgáltatón, ahogy azon van, megkapván a feliratot, én bízok benne, hogy meg kell reklámozni ezt a filmet, amennyire csak lehet, és vinni mindenféle versenyre. Abszolút vinni kell versenyekre. Na de nézzük is, hogy mivel van dolgunk, tehát ez egy epizodisztikus szerkesztésű film, kis alcímekkel rendelkező füzér, mondhatnám karanténfüzér, amiben különféle korban járó, különféle helyzetben, de mégis ugyanabban a helyzetben élő, bezárva egy szobában, karanténban, tehát a mi konkrét Covid karanténunkban élő embereket látunk. Ez hadd pontosítsam annyiban, igen? Hogy ugye 5 ilyen fejezet van, és igen? Hogy mindegyik lakás. Ja, hát ha megfigyeled, mindegyik esetben lakásban vannak bezárva. Igen. Nincs kert, igen. Nincs erkély, tudod? Igen. Tehát azt, hogy tovább nyomassza a nézőt. Igen. Egy szereplőt látunk kamerás kapcsolaton, egy Skype kapcsolaton, igen, keresztül látunk egy a természetet. Egy embert, aki... Aki igen, a természetben van ki. Aki a természetben van, akinek van egy kertje, de igen. Na mindegy. Szóval nézzük is meg ezeket az epizódokat, mert annyira fontos mindegyik a maga nemébe, hogy nem szeretnék nagy általánosságban beszélni erről a filmről, hanem egy kicsit ránézni ezekre az epizódokra. Először csak felvillantván a fontos témákat, aztán a videó második felében spoileresen is kitérnénk, igen, a legfontosabb dolgokra, igen, hiszen biztosan most ebben a pillanatban még sokan nem láttátok ezt a filmet, de én azt remélem, hogy meg fogjátok akarni nézni, és látni fogjátok majd. Szóval a lényeg, hogy az első az egy párt mutat be, akik, hát ez egy nagyon jó felütés, hiszen ez az elsődleges élménye mindenkinek, aki tényleg jó otthon rekedt egy párkapcsolatba, hogy akkor rengeteg idő van egymásra, hogy akkor egymás előtt kell dolgozni. Egymásra? Inkább egymás mellett, nem? Hát jó, egymás mellett, de egyébként én rögtön azért mondtam ezt, mert egymásra is jutna idő, hát csak pont ez az, hogy itt egy olyan házi feladatot adott a Covid nekünk, meg a karanténhelyzet,
amiben nagyon sokan nem vizsgáztak jelesre, sőt, nagyon sokan biztosan megbuktak benne, hogy hát itt kiderült, hogy itt nagyon fontos lenne az, hogy hogyan töltünk egymással, és ez elhangzik a filmben is egyébként egy másik epizódban, minőségi időt, hogyan figyelünk egymásra. Hogy mondunk le arról, hogy én? És hogy marad meg közben az, hogy én, meg te, meg mi? Ez nagyon fontos. Ez tényleg egy elsődlegesen fontos kérdés, egyébként a mentál higiénia kezeli ezt a kérdést. Mindegy, egy prototípus hibahalmazt mutat be az első epizód szerintem, mert hogy ugye nem vigyáznak egymás szféráira az emberek, például amikor van a home office, jó. Tehát ugye megjelenik. Tény, hogy megzavarják egymást is, igen. Kellemetlenek, de azért azt tegyük hozzá, hogy itt hirtelen egy óriási mennyiségben vannak összezárva, és ez egymásra van zúdítva. Igen. Tehát, hogy most lehet odafigyelni, meg lehet úgymond quality time-ot együtt tölteni, de amikor 0-24-ben hirtelen be vagy zárva egy kis légtérbe, akkor hát nem tudom. Tehát szerintem ezek elkerülhetetlen surlódások, amiket itt is látunk. Hát legalábbis nagyon jól megmutatja azt, hogy mi a hiba, vagy milyen hibák lehetnek a kapcsolatodon belül. Mindenesetre elképesztő jó húzással mutatja be a rendező azt, hogy miként mennek egymás idegeire az emberek, és hogy telítődik el az egyik ember a másikkal, nem jó értelembe véve, hogy ez hogy, azt majd megbeszéljük a spoiler esélyben. Jó, csak annyit szeretnék hozzáfűzni az első fejezethez, hogy nagyon-nagyon tetszik, főleg a színésznőnek a játéka. Imádtam. Ezt akartam én is. Az első fejezetnek a színésznője volt az abszolút a kedvencem, de vannak többen, igen, akik marha jók, és úgy általánosságban azt kell, hogy mondjam, hogy az egész film egyébként tök profi, igen, olyan, mint tipikusan olyan, mint egy jól elkészített, profin elkészített külföldi film, igen, képileg, hangilag, persze, és nagyon jó minden színész. Persze. Tök jó, nagyon kellemes csalódás. Nagyon jó. Tehát, hogy nagyon sokszor a magyar film, főleg mondom egy, hát nem is tudom most mit mondjak, melyik időszakban, 90-es évek vagy 2000-es évek elején, magán hordozott még a színészi játékban is sokszor szerintem valahogy egy ilyen kicsit sterilebb mesterként. Valamit, ami nem működött filmben. Ami, igen, színházban működik, de nem működött, igen, filmben. Valahogy ez egy tök jó megformazás. Na de ezt itt most nem láttam. Annyira jó volt, tök természetes. Egy picit, néhány pillanatra az volt az érzés, amiket pöleg pont ennél a hölgynél, hogy mintha nem is színésznőt néznék. Tehát olyan természetesen mozgott. Igen, annyira jó volt. Rohadt jó. Annyira elhitted. Nagyon jó volt. Na mindegy. A második epizód is fantasztikusan jó, ott egy új élethelyzetben vagyunk, amikor van egy egyedülálló anya, egyébként megjegyzem, most mondhattam volna egyedülálló apát is, de itt most egy anya van, aki ráadásul még közben kezelni kényszerül a nagypapát is. Igen, hát az ő egyébként csak úgy gyorsan bedobom, hogy ez a Majsa Nyilas Tünde, igen, aki az ötödik szinkronos videónkban majd szerepelni fog a soron következőbe, illetve az új Réti László. Igen, nem akárki. Szóval, hogy amúgy nagyon jó színészek vannak, persze, ebben a filmben, ne feledd egyébként, szabad, ja, akik, ja, hát én nem tudom, hogy hogyan is készült ennek a finanszírozása, én annyit olvastam, hogy ez részben közönség finanszírozta a film, uh-huh, de én nem lennék meglepve, a pár magyar színész ezt így szeretetből csinálja. Igen, csak úgy játszott. Megérteném, és egyébként jól is tették, ha itt tették, meg egyáltalán, hogy szerepeltek benne, mert az ő ázsiójuk aznak is, hogy mondjam, jót tesz, hogy ebben a filmben szerepelnek, mert tényleg tök jó. Na, és mit akarok mondani, a második epizódban, tehát ezt az egyedülálló anya helyzetét látjuk részben, ez horror. Tehát így aztán még nagyobb horror, mert ugye nagyon nehezen tud segítséget kérni mástól. Akkor ott van a kislány, aki digitális oktatásban van, most ebben nekem nagyon nagy szerepem van, hiszen én ugye tanítok, és hát egy jó kettő hosszabb időszakot húztam le én is digitális oktatásban. Erről külön videót csinálhatnánk, egyébként van egy live-unk, amiben aztán beszéltem erről sűrűbben, vagy többet. Mindegy is, tehát, hogy eszméletlenül nem természetes és nem jó élethelyzet. És a kislányon van részben a fókusz, meg egy kvázi egy bűnhelyzeten, nyilván egy önmagán kívülálló bűnhelyzeten, azt mondom. De most a lényeg itt az, hogy eszembe jutott rögtön az egyik diákom, aki nagyon érdekes eset volt, egy kitűnő tanuló, akiről így mindig az van bennem, tudod, hogy egy elképesztően kompakt, tök jó személyiség, rengeteg mindent csinál, nagyon él, eleven, tehát így a depresszióval a legtávolabbi állapotban sem tudom őt párosítani, és már túl voltunk a karantén időszakon, amikor utólag mondta, hogy terror volt neki is, és én utólag jöttem rá, hogy mennyi diákunknak volt ez elképesztő terror. Szóval tudod, nekem például nem volt annyira durva, mert én letanítottam, megtanítottam, és igazából nem volt számomra durván rossz, mert úgy éreztem, hogy van munkám, csinálom. Aztán kimentem a kertbe, tudod. Tehát én nem éreztem magam annyira bezárva, mint ők.
Az egyik legnagyobb vesztes ennek az időszaknak az egyébként az valamilyen iskolás generáció. Most nem akarna meg, hogy melyik évtől melyikig. Meg a figyelem, Ábi, tudod, azért mi még élőben is alig tudtunk odafigyelni időnként. Persze, most persze. Az, hogyha egy ilyen dobozba bámulsz, igen, és tök személytelen, és senkivel nem tudsz interaktálni, igen, hát igen. Az nagyon nyomasztó lehet. Abszolút, abszolút. De azt is tudom, hogy jó néhány fiú és jó néhány ember fittyent hányt a korlátozásokra, és találkoztak egymással. De nagyon sok diákról tudok, aki ténylegesen be volt, tehát hogy nem engedték a szülők sehova, és ő rendesen 2-3, nem tudom hány hónapig tartott, már hosszabb időszak is volt egyébként, lehúzott mackó alsó, mackó fölsőbe, és akinek ráadásul ez egy kertvárosi, nem kertes lakásba, tehát hogy nagyon durva. Ja. Igen, és még ez a részhez azt hadd dobjam be, hogy az első fejezetnél tudod, mire gondoltam, amikor a párt néztük veszekedni, hogy ez mennyivel durvább lehet gyerekkel. Ott pont ez volt a fejem, és aztán jön a következő fejezet, és látszik, hogy a kisgyerek teljesen idegileg, vagy nem is a gyerek az, aki tönkre teszi az anyát, hanem az anya idegileg tönkre van ott menve. A szituáció. Igen, és van egy jelenet, amikor az anya telefonál. Igen. És ilyen ideges beszélgetésben van valakivel, nem tudjuk, hogy kivel, ezzel nem mondok szerintem nagy spoilert, mindegy. És a kislány meg elkezdi szólogatni valamit, hogy azt, tehát valamit mondani akar neki, ja. És akkor az anyja így lehurrogja. És közben gondoltam arra, hogyha nem egy hülye dobozba beszélne az ember ma már egy ilyen szituációba, akkor ez nem biztos, hogy létrejönne ez az ilyen ingerült, ráripakodó dolog, ami látszólag a semmiből jön a kisgyereknek. Mert hogyha képzeld el azt, hogy mondjuk a házmesterrel beszél az anyja ott az ajtóba, és látja azt, hogy idegesek és valami, vagy hogy tétje van, tehát hogy ott beszélgetnek és benne vannak ebbe, akkor nem biztos, hogy zavarta volna az anyját. Csak azt látja, hogy egy dobozba beszél, tudod, és ezek annyira hülye szituációk. Igen, kétségtelen egyébként tényleg. Tehát, hogy ez mind rárakódik még erre. De még gyorsan azt is tegyük hozzá, hogy egyébként ez egy kicsit ilyen Black Mirror-i ihletésű ez az egész film, vagy hát epizódok, és azért itt helyenként átmegy horrorba. Horrorisztikus dolgok abszolút. Vannak benne, nagyon ijesztő. Abszolút. Ez már itt is látszik a második részben. Szóval ez is egy elképesztően kritikus szituáció, és nagyon jó, hogy erre külön figyel. Erre a fajta csonka családra, meg az, hogy három generáció él együtt egy ilyen helyzetbe, és akkor itt még bejön a beteg ápolt kérdése, meg annak egy morális vetülete. Meg a gyerek szemével látjuk ezt. Igen, az nagyon is. Durván. A befordulása a gyereknek. És mondom, ezt tényleg tapasztaltam úgy, hogy láttam azokon, akikkel én együtt dolgozok, mondhatnánk így. A harmadik epizód is nagyon-nagyon fontos, hogy elkészült, mert az pedig az idős embernek a ilyetén kálváriájára koncentrál. Tehát megint az, hogy a karanténban, Covid alatt egy nyugdíjasként egyedül lenni, amikor azt érzed, hogy tünedeznek el körülötted a dolgok, az nagyon durva. Az megint egy olyan dolog, ami egy külön felütést érdemel, és kap is itt. Ráadásul nem is akárki az idős hölgy, a Pásztor Erzsi, akinek a hangját mindjárt ismeritek, és aki egy elképesztő jó jelenség. Olyan szépet játszik itt. Nagyon gyönyörű. Ezt akartam mondani, hogy annyira jó, és tök jól megjeleníti azt, aki benne reked ebbe a helyzetbe, és aki, mert ugye az időseknél pláne az van, hogy akkor ő többszörösen van magára hagyva, mert ő a maga idősségében is egy külön karanténban meg él. Meg ő a veszélyeztetett, ő leginkább így van veszélyeztetett. Így van, pontosan. Kitérünk erre is mindjárt a spoilers részben, aztán utána jön a következő, szerintem nekem az egyik kedvencem, jó, hogy itt van, kritikusan ezen, ez egy horror rész. A negyedik rész, az egy igazi horror. Az egy minifilm a filmben. Abszolút minifilm a filmben. Az, tudod, olyan érzésem volt annál, meg az utolsó fejezetnél, hogy egy kicsit kiugrik, de mégse ugrik ki a többiből, mert a többi is annyira jó. Persze. Hogy úgy igazából nem. De itt, figyeljetek srácok, itt látunk, egyrészt megint egy pár van, és látunk kafkai. Ez abszolút kafkai. Tök jó, te is ezt mondod, tehát ez egy metamorfózis, ez egy átalakulás. Egy modern, Covid alatti kafkai átalakulás történet minden horrorjával, test horrorjával együtt, és nagyon jó a meta üzenete, mégpedig az, hogy a mellettünk élő ember tulajdonképpen elveszíti számunkra önmagát, és egyébként még egy vetület van benne, az, hogy észreveszem a hibáit. Tudod, az, hogy mellette élek, ilyen felerősödnek, és kiszúrom azt az egy hibát. Egyébként számomra ez irodalomban akkor jelent meg először, amikor a talán közös kedvenc regényünkben, a Jack London Martin Edenjében, ugye Martin Eden szerelmes egy nőbe, és ugye a regény felénél
egy ilyen már hosszú ismeretség után egy ilyen pikniken észreveszi, hogy cseresznyét eszik a csaj, és hogy cseresznyefolt marad a száján, és hogy ott van először a hiba rajta. Na ez itt ezerszeresére erősödik a karantén időszakat. Ráadásul tök jól összefuttatja azt, hogy milyen fals élete van az influencereknek. Tehát mondom ezt úgy, hogy Magyarország két ilyen jelentős influencer. Igen, de nem csak ez, azt is, vagy nem csak erre világít rá, hanem arra is, hogy milyen az, amikor te egy amúgy, most nem akarom azt mondani, hogy nagy formátumú, de hogy valaki olyan mellett élsz, aki egy kicsit így rád veti az árnyékát, és te elkezded őt szolgálni. Igen, így van. Azt kell, hogy mondjam, hogy ahogyan az első részben imádtam a női szereplőt, itt most a srácot imádom. Ja, jó a srác. Nagyon jó a srác. Nagyon ügyes. Nagyon ügyes. És mondom, ez rendezésileg, ez az epizód engem közel vitt a... Most nagyot fogok mondani, és ne arrogjatok miatt, de a Fekete Hattyúhoz. Tehát ebben Fekete Hattyúi pillanatok voltak számomra, ami mindenképp elismerés tényleg az alkotóknak. És bocsánat, akkor hadd lőjem gyorsan el itt az egyik legnagyobb pozitívumot számomra. Kitérhettem volna erre a végén is, de a hang. Ja, az a helyzet, hogy képileg is gyönyörű ez a film, nagyon atmoszférikusak a fények, meg minden, de a hangzásvilág öreg, hát én nem tudom, az annyira profi, mint az állat. Nagyon. Tehát, hogy az, hogy egy sima lakásbelsőben minden egyes nyíkorgását hallod a padlónak, mert úgy van megcsinálva, az is nagyon tetszik, de amikor itt vannak ezek a torzultabb jelenetek, ott ahogyan ráhúznak ilyen effektet, igen, vagy ahogyan az öreg néni a másik szobába kimegy, és onnan ahogyan beszél. Igen. Annyira érzed a különbségeket a hangzásban, én imádom. Tehát profi, mondom. Tehát, hogyha most ezt... Ez egy sketch filmje lenne a Martin Scorsese-nek, most mondtam valamit, nyilván abszolút nem hozzáillő ez az alkotás, de hogy, vagy éppen Darren Aronofsky-hoz, ha már mondtam a Fekete Hattyút. Hozzáillene rohadtul, igen. És tök jó. Na és akkor jön az utolsó epizód, ami pedig a kolosszális megmutatása annak a kozmikus magánynak, amiben belekényszerültek itt sokan, és a függőség helyzetének, amiben egyébként poszt és pre karantén időszakban is. Ez túlmutat ezen élnek. A vírus helyzeten. Ez túlmutat a vírus helyzeten, és rohadtul tök jó. Itt van benne két elem, abszolút nem állok el spoiler-tavala, azt mondom, hogy a videójáték meg a pornó függőség. Két olyan elem, ami nagyon durván jó. Jó, de ezt gyorsan mondjuk el, hogy ez az ötödik fejezet meg egy srácról szól, ja, igen, ez aki egy elmagányosodik, otthon van, otthonról dolgozik, és így építi le maga körül a dolgokat. Pontosan. Most így spoiler nélkül így ennyit mondhatom. Csak rendeli a kaját, és a barátnővel kezdi el. Tehát hogy abszolút ez a tipikus eset, hogy a munkája is épül le. Ez a srác is iszonyat jól színészkedik, annyira tetszik, amit csinál. Igen, mert természetes. Nagyon természetes. De nem csak, tehát itt meg kell dicsérni olyan a színészeket, és meg kell dicsérni a rendezést. Persze. Mert ezen rengeteg minden múlik öreg. Biztos. Összefoglalva ezt a spoiler rész előtt, feltétlenül nézzétek meg, ez nem pusztán egy kísérleti film, ez egy nagyon jó alkotás, ami tök jól merít, és hozzá is tud adni már létező dolgokhoz. És fontos dolgokhoz, tegyük hozzá. Nagyon fontos dolgokhoz, nem csak a karantén miatt mondom, hanem kiveszi a karanténból azokat a kérdéseket, amiket az felerősített, és ezekre a problémákra rak, vagy ezek elé a problémák elé rak, vagy elénk egy tükröt, és megmutatja azt is, hogy esetlegesen hogy lehetne ebből kikeveredni, vagy hát sugalmaz. Tehát tök jó, nagyon jó. Mm. Úgyhogy mindenkinek ajánljuk. Most pedig spoileresen néhány olyan érzést, amit muszáj megosztanunk veletek. Hát öreg, nekem már az első kis epizódban az, ahogy, ugye, mert ott az van, hogy a Csajci először észreveszi, hogy egyre több van a csávóból. És hogy először csak egy testrésznek egy kis része megy el ott, tehát még nem látjuk először, rohadt jó, az már nagyon jó. Nagyon jó. És aztán, hogy vice versa megtörténik. Igen, igen, óriási jó, és nagyon zavaró, és nagyon nyomasztó az egész. Már itt látszik, hogy tök jó bánnak a horrorral a készítők, de hogy egyébként itt még direkt nincs ez kibontva, igen. De már van valami kis részében. Na és akkor a második epizódban viszont megkapjuk, csász meg a horrort. Emlékszel arra a versre? A üvegszemű nyuszi szemet topán félig, az jutott igen, az ecemben, mert a mackók, ebben a részben félsz a plüssállatoktól. De mind az állat. és nagyon jól csinálja, igen. És a bűntudatot eszméletlen tök jól erősíti föl rajtuk keresztül, szóval nagyon... Az Enzer annyira haragudtam ennél a résznél, a francba, hogy kisgyerek oda, tehát
ha van egy valamilyen halálos dózist is kiváltó gyógyszer, akkor az semmilyen körülmények között ne férhessen hozzá egy kis ez gyerek. Így van. Ez rohadt így van. Életbe, hogy ez... Pontosan. Na mindegy. Igen, de nem ez az a helyzet, ahol az ilyen hibák azért nagyon előfordulnak. De hát persze, hogy ez vagy nagyon halakszunk emiatt, vagy nagyon... Bánjuk. Szóval eszméletlen jól előhozza tényleg ezt a kérdést, és hogy milyen törékenységben vagyunk ebben a szituációban. De mondom, ahogy a plüssátok beszélnek, és ahogy megjelennek, mint tudatalatti, úgy bennem elkezdett kísérteni a diákjaimnak a helyzet jelentése, az élmény beszámolója, idézőben mondtam az élményt a Covidról, tehát döbbenetes rossz. És még egy dolog a kislánnyal kapcsolatban, hogy van egy rész, amikor a kislánynak segít az anyja, ott van a számítógép előtt, és akkor kérdez. És tudod, ott én annyira sajnáltam ott a kisgyereket. Mert ott a kisgyerek olyan lassan beszél, hogy nem érti még a dolgokat, teszi föl tök ártatlan a kérdést, és az anya mindig lehurrogja, mindig rátámad, mert egyébként stresszes az életben. És abból az a kisgyerek mit érthet? Semmit. Tehát, hogy én megértem a nőt, tökre megértem a nőt. Igen. Csak, ja, tehát, hogy iszonyat türelem kell és idő egy kisgyerekre. Különösen általános iskolában, különösen egy digitális oktatásban, tehát itt a szülőknek külön egy kalaplengetés jár, de hát azt gondolom, talán meg is kapták minden irányból, mert hogy hát itt nekik olyan jelenlét kellett töregem, amit én ezt tényleg láttam úgy a kamera másik oldaláról, és ez döbbenetes. Na mindegy, szóval ez tényleg nagyon kemény. Menjünk a következő részre, az öregnén is, hát az is... Baromi jó. Én nem gondoltam, hogy ez ide fog kifutni, hogy ennyire belemenjünk ezekbe a... Hogy transzcendens. Igen, de annyira, én ezt tökre üdvözlöm. Nagyon menő, nagyon tökre jó. Menő, én is, mert itt egy kicsit ilyen M. Night Shyamalan dolog jut eszembe, tehát hogy tök jó, hogy nem, hogy igen, hogy ott van a meta szint megint, hogy a néni tudata már szakadozik, és hogy demens lehet, és hogy elveszíti a dolgokat, de hogy nem ő a hülye, nem. Hanem a szituáció. És milyen érdekes, ez. Megint csak a rendező dicséri a feszültségépítés. Na, nagyon jó. Tök jó. Tehát, hogy látszólag bagatell szituációval indulunk ki, hogy eldobom igen. a tollat, stb. Vagy nem, igen. és ott még röhögünk a nénin, de igen. aztán ahogy a néni felvet egy-egy mondatot, ja. azzal annyira elkezd épülni a feszültség, persze. olyan jó, nem? Tök jó. Nagyon és hát jó. ezt mondom, profin csinálja igen. a színésznő, és tényleg nagyon jól. És ráadásul itt ez egy, tényleg egy allegória, hogy ahogy tűnnek el a néni cuccai, és aztán ő maga eltűnik, hát öreg ez egy hát, hogy ez egy tök jó vers lenne, egy tök jó ballada lenne. Ez egy annyira jól szemlélteti azt, hogy egy ember, aki tulajdonképpen a külvilággal egy hatóságon keresztül tartja a kapcsolatot, meg a telefonos segítségen keresztül, hogy eltűnik, kisemmisül a világból, és a világ észre sem veszi ez a bezárt, ez a magára hagyott világ. És mondom még egyszer, eszembe jut, már idéztük egy másik videóban Vörös Sándornak az Öregek című versét, hogy ez amúgy is veszélyezteti az időseket, mindig minden körülmények között azért, ha nem olyan családban vannak. Én is még egy apró jelenet, ez egy apróság, amikor leülnek először a néni mellé, és akkor ott ő elmeséli a sztoriukat, és akkor ott ők hülyének nézik, és tudod, a férfi föláll és elkezd valami szarászközzel keresgélni, igen. akkor oldalról mutatják a másik nőt, és azt a cinikus mosolyt, azt ja. az apró gesztust, amit ott csinál, igen, hát igen. azt imádtam. Igen, nagyon jó. Kétszer is mutatják, rohadt jó. Igen, vagy igen. ezek ilyen apróságok, de amiktől nagyon jó. Igen, tök jó. Na és akkor ugorjunk a negyedik részre, ami az abszolút kőkemény horror. Ez horror, test horror, gyönyörű. Te jó égöreg. És profi. Nagyon. Tehát nem gagyi, nehogy azt higgyétek, illetve itt, aki itt jár már tudja, nem jumpscare-ekről van szó. Nem. Ez a legjobb. Ez a legjobb. Úrjás. Mi amúgy is utáljuk a jumpscare-t. Utáljuk, mert tele lett vele egy csomó film, igen. és nem, egyszerűen sokkal ijesztőbb az, ami nem próbál meg így ijesztegetni, tudod? Pontosan, százszor ijesztőbb. Ez egy lélektani horror. Ez egy lélektani, és mondom még egyszer, ahogy megjelenik az összenőtt ujja a csajnak, már az is annyi, borzasztó, aztán még az a szeme ráadásul, igen. amúgy nagyon jól kitalálták nagyon ezt jó, a szemet. Jó, meg is csinálták. És a legvégén, mi amikor a keze... Már a keze is durrod, amikor a legvégén. Jaj, és arra mondtam azt, hogy ott a hangzás csodálatos. Fantasztikus. Ott egy entitás, ott egy nem is tudom mi van, egy Stephen King regényből előmászott ilyen gubó van. Pontosan. És azon belülről beszél a csaj. Rohadt. És hogy ráadásul mondom, ez megint csak egy olyan mögöttes üzenet, hogy tényleg nem, ahogy az influencer, aki a külvilágnak tökéletes, de neked nem tökéletes, te látod a hibáit, a kis körfénnyel meg van világítva mindenki számára,
és az ő tökéletes teri világába beszél életvezetési tanácsokról az embereknek, miközben belül rohad. Tehát ez egyébként még eszünkbe juttathatja a kinek az arcképe, Dorian Gray arcképét is, ugye, aki megint csak ott rohad a festményen. Na, ez szóval óriási. Nagy igen, meg az is tök jó benne, ezek, ez megint csak apróság, hogy ugye van egy influencerünk, aki mondja neked a nagyon okos dolgokat, és mindig ezzel pörög, és minden szava ki van számítva, igen. Aztán egyszer, amikor belezavarodik, akkor nem, ezt vegyük újra, vagy be. Igen. Ugye? Tehát, ez amit itt nem csinál. Nem. Én hagyom. Itt minden. A Gyuri néha, igen, ő néha kivágja egy elakadását, de mindig mondom is neki, hogy nem szabad. Na jó, elég. Nem, csak viccelek. Szóval a lényeg, hogy ez annyira jól megmutatja ezt, és tény, ami tény, ugye hát egyre több influencer van a világunkban, ez tulajdonképpen egy szakma lett, hogy YouTube csatornákon életvezetnek emberek, úgyhogy marha jó, hogy erre is reagál, mert konkrétan egyébként pont így film még, amit én láttam, az nem reagált. Jó, de a készítő brigádban vannak youtuberek, tehát az úriember, a szakállás úriember, aki ilyen Manny Black-szerűen felbukkan, ő például az okos az új szexi YouTube csatornának tényleg? Az egyik hoztja. Tök jó, egyébként ő is nagyon jó. Először nekem az fura volt, és először arra gondoltam, hogy nem jó, hogy ő van. Én meg végül jutottam erre. Tényleg? Na, fordítva. Nekem először tetszett, és aztán arra jutottam, hogy ez így, hogy ez egy film, nekem az sok, hogy ő ötször megjelenik, és a szánkba rágja, hogy mi van. Hogyha ez egy miniszíriz lett volna, amit a YouTube-ra raknak mondjuk fel, akkor oké lett volna, hogy minden egyes részben ő egyszer felbukkan, és elmondja, amit elmond. De így nekem ő egyedül, ez egyetlen kritikám az egészen, hogy így ő egy kicsit sok. Megértem. Ugyanakkor bizonyos részeknél kellett, persze, hogy elmondja. Igen, meg tök jó. Tehát ő jól summáz, meg nagyon vicces az, hogy mindig visszatér arra a mondatra ezerféleképpen visz, hogy a karantén világban. Szóval igazából ez is egy groteszk, bizarr, nagyon jó. Na és akkor elérkezünk a végső epizódhoz, amiben te figyelj nekem, én nem is tudom. Magadra ismertél mi? Nem ismertem magam egyáltalán. Nem, bocsánat, mindenki magára ismer, mert ez már egy hála Istennek, egy visszakiabálás, egy felszólalása az egész digitális világ ellen, ami mindenkit rabul ejtett, de mindenkit másképp, mindenkit egy bizonyos szintig, de nagyon sokakat nagyon. És borzasztóan fontos, hogy egy film így reagál erre. Öreg, szerintem Oscar díjas jelenet az, amikor az akció videójátékot játsza izé előtt. Én még ilyet sosem. Ott úgy elszállja, és csodálatos. Tök jó. Csodálatos. Fantasztikus. És ott megint a hangzás, Ábi. Csak ott a kép is egybe, ott minden kulminál. Öreg, az fantasztikus. Tehát az ilyen katartikus, én nem hittem el. Abszolút az. És a pornó megnyilvánulása pedig eszméletlen nyomasztó. Ahogy ilyen hang nélkül mozog a csaj szája, és ilyen tök közel van véve az arcukhoz. Hát szóval, hogy ezt tényleg nézze meg mindenki, meg hát abba bízom, hogy itt látta is már ezen a ponton mindenki, mert itt tényleg akárki reklámoktól, sorozatoktól, bármitől, hogy függő, és hogy megy át a seholba. Mert ugye, hogy a seholba járunk. És tudod, amikor megint csak a tanítványaimhoz visszakanyarodva, ahhoz az egész generációhoz, amikor látom, hogy egy NBA-be, egy Cségóba, hogy van valakinek 3700 órája, vagy 4000 óra, Gyuri. 4000 óra. Tehát, hogy döbbenetes, hogy mi mindent lehetett volna a valaholban csinálni, a sehol helyett, a helyett. Jó. Eszméletlenül szép, és köszönöm. Tényleg köszönöm ennek a filmnek, hogy ez így mert beszélni erről. De még mielőtt zárnák ezt az egészet, megint egy apró észrevétel ezzel a résszel kapcsolatban. Mennyire vicces az, hogy otthon vagyunk menő üzletemberek, vagy relatíve fontos emberek ezek, akiket itt látunk. Mindenki valami megbecsült tagja egy ilyen munka kommunának. És akkor minden nap szépen felöltöznek, inkbe vannak nyakkendőbe, és úgy ülnek le, de alul meg alsógatjába. Hát ez gyakorlatilag. Ez csodálatos. Ezt olyan jó megmutatni, nem? Persze. Ez önmagában mire milyen groteszk. Hát ez groteszk, igen. De ez a velejárója ennek az izénak. De ez, hogy mondjam, ez kellék. Igen, jó. Ez ennek a karantén helyzetnek a diszkrét bája. Az biztos. Hogy nem annyira diszkrét. És a másik dolog pedig, amit akartam még mondani, hogy azért ez a rész, ez az, ami leginkább túlmutat talán számomra ezen a karantén helyzeten, és itt azt is beleláttam, tudod, hogy ahogyan ez a csávó építi le maga körül a személyes kapcsolatokat, meg ahogyan él, az nekem a komfortosságba való visszahúzódás. Tehát, hogy ő csak azt a kaját rendeli mindig, ugyanazt a hamburgert, mert azt megszokta, azt szereti, abban így biztonságban van. Ő a barátnőt már leépíti, mert az járna kellemetlenségekkel.
A pornó az könnyű, előveszi, meg otthon, kicsapja, azt kész. Ja, ja, ja. Tehát, hogy ott mindent megkap, ami kell, de mindenféle negativitás nélkül. Viszont az, hogy meg kelljen felelni a barátnője szüleinek, ami nyűg neki, az már nem, és akkor inkább mindent eltolunk magunktól, és behúzódunk ebbe a szűk világba. Hát ugye ennek egy fantasztikus, szimbolikus képe az, amikor a végén egy nem létező helyen az íróasztala ott van egy szép partszakaszon, az a sehol. Az az, amit te mondasz. Ja. Hogy ott biztonság van, ott milyen, de hogy az nem a valóság. Nem. Ez gyerekek tényleg, tehát hogy... Ez kötelező. Ez igen, kötelező. Az a helyzet, hogy az élet odakint kötelező. Van, minden problémájával persze. együtt, minden persze. viszontagsága és minden kényelmetlenséggel igen. együtt, az igen. mind része az életnek. Így van, így van. Szóval, és én azt kívánom, hogy ez a film is legyen része mindenki életének. Legyen sikeres ez a film, tényleg őszintén kívánjuk. Abszolút. Nagyon szépen köszönjük, ez egy nagyon kellemes élmény volt. Abszolút az volt, és nagyon köszönjük a felkérést erre a munkára. A legnagyobb örömmel végeztük el és csináltuk meg, és nagyon bízunk benne, hogy valaki tényleg miattunk általunk majd megnézi ezt a filmet. HBO Go-n elérhető ez a film. Ami már nincs, de az HBO Max. Akkor Max. Van, jó, és ott elérhető, és nincs semmi baj. És itt is találkozunk majd, nagyon remélem, hogy hasonló tök jó dolgokkal. Sziasztok! Sziasztok.